Ha most itt mondjuk például Európáról beszélünk, és hát érdemes beszélünk, hiszen itt élünk, valóban óriási ellentmondásokat látunk. Tehát egyrészt van az európai, a brüsszeli elit, amelyik bizonyos értelemben Ursula von der Leyennel az élén abszolút szolidaritást vállal Izrael mellett, és az izraeli kormány mellett, és akkor azt láthatják ők is ott a brüsszeli zárt szobájukból, amikor kinéznek mondjuk még akár Brüsszelben is az ablakon, hogy tüntetések zajlanak, de nem Izrael mellett, hanem a Hamas oldalán. Tehát Európa is olyan zavarban van ilyen szempontból, hogy láthatóan talán a legnagyobb zavarban, úgy látom, az Európai Uniós vezetés, illetve az európai állapotok vannak, mert tényleg az van, hogy Európa elkövette azt az óriási hibát, amit sajnos Angela Merkel követett el, hogy beengedte ide hatalmas mennyiségben a bevándorlókat, akiket nyugodtan nevezünk a nagy részét illegális migránsnak, és egy kicsi része a bevándorló, akinek itt aki jogosan jött. Na most azért 15 óta ellepték Nyugat-Európát ezek az emberek. És van egy brüsszeli, tényleg egy elefántcsontorony, amelyik mondhatjuk úgy, hogy helyesen mozog ebben a tekintetben, most ebben a pillanatban, és van az utca, amelyik pedig tényleg Londontól Brüsszelig, Brüsszeltől Stockholmig egész egyszerűen egészen más képet mutat, amiről beszéltünk, és ezzel egyáltalán semmit nem tud a jelenlegi brüsszeli vezetés kezdeni, mert viszont soha nem fogják bevallani, remélem egyszer talán erre sor kerül, hogy ennek ők az okozói. Tehát valójában ez alatt a 8 év alatt, 15-től 2023-ig egész egyszerűen olyan mértékűen ellepték az nyugat-európai városokat, országokat a illegális migránsok, hogy csak ez lehetett a következménye, hogy ők mennek az utcára, ők az aktívak. Ugye van olyan statisztikusok szokták azt mondani, hogy ha egy országban körülbelül egy nemzetiségnek, vagy etnikumnak, vagy kultúrának, vagy vallásnak az aránya 10% fölé emelkedik, akkor onnan már nincs visszaút. Tehát egész egyszerűen ez növekedni fog, és ez erősödni fog, és évtizedek kérdése, hogy mikor veszi át tulajdonképpen a hatalmat az őslakosság fölött a migránsoknak a körre. Na most itt különösen problematikus, hogy amit ki kell mondanunk, hogy itt nem arról van szó, hogy Európában azért egy rendkívül kevert náció érkezett. Tehát nem lehet azt mondani, hogy 10% buddhista, 10% keresztény, vagy 20% keresztény, 20% nem tudom én, indiai, és így tovább. Nem ilyen bonyolult, hanem döntő többségében az iszlámhoz kötődő arab emberek érkeztek Európába. Ezt ki kell mondani, és ennek megvannak a maga következményei, nagyon kemény következményei. Tudjuk, hogy az iszlám vallásnak nagyjából mik a gyökerei. Tudjuk azt, hogy az iszlám vallás a vallások közül az egyetlen, amelyikben, hát ott van az a szándék, ugye, hogy a világot meg kell hódítani, és egy nagy kalifátust kell létrehozni. Na most ugye ez, mondjuk, ha mondjuk szembeállítjuk a kereszténységgel, akkor ez egy óriási különbség, mert a kereszténységnek éppenséggel pontosan nem ezek a céljai, hanem talán mondjuk úgy, hogy a szeretet hatalmát szeretné a kereszténység Jézus által megvalósítani. Most az iszlám, és itt tegyünk egy különbséget. Az iszlám, tehát az iszlámhoz tartozó vagy arab emberek egyenként természetesen bizonyára nagyon a döntő többségük békét akar, és együtt akar élni a többi emberrel, akár Európában is, vagy az Egyesült Államokban, vagy bárhol. A probléma az, hogy az iszlám vezérkar, tehát az iszlamisták tulajdonképpen nagyon erős hatással vannak ezekre a békés tömegekre is. Tehát lényegében véve a vallási vezetők, akik tudjuk, hogy politikai vezetők is az iszlámban, a mecsetekben óriási hatással vannak ezekre az emberekre, és meghatározzák bizonyos értelemben, hogy mit tegyenek, és jól tudjuk, hogy most, ha már kialakul egy ilyen közhangulat, vagy egy közszellem közöttük, hogy idő után már ugye nem lehet ebből kiszállnia egy békére vágyó európaiakkal egy Európába integrálni akaró személy nem tudja végigvinni, mert ha nem ezt teszi, amit úgymond a fővonal visz, akkor bajai lesznek, méghozzá nagyon tetten érhető, és akár az élete is veszélybe kerülhet. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy Európa borzalmasan nagy hibát, vagy mondhatnám inkább azt, hogy bűnt követett el azzal, hogy megengedte ezt a illegális migrációt ilyen mértékben, és ennek az eredménye most jön ki. Tehát tehát eddig meg lehetett úszni azzal, hogy no-go zónák, és borzasztó tragédiák azért történtek, ugye terrorista merényletek sokasága eddig is. De most itt van egy fordulat szerintem is, tehát hogy ez a 7/10, ugye az október 7-e után egész egyszerűen háborús indulatok kezdenek viszont kibontakozni ezekben a tömegekben, akik ott vannak Nyugat-Európa fővárosaiban. Tehát ez a helyzet veszélyesebbé vált jóval október 7-e után, mint eddig volt. Addig se volt veszélytelen egyáltalán, csak ezzel a Hamas brutális akcióval és a kibontakozó, sajnos mondjuk ki vélhetően háborúval, ami kialakul a két fél között, egész egyszerűen az európai hangulat is tovább romlik, és ezek az erők egyre többször fognak megjelenni, mármint a Hamas mellett álló muszlim tömegek egyszerűen az utcán állandóan egyre inkább jelen lesznek, tehát kaptak egy harcias löketet ez az egész küzdelmükhöz. Tehát most már nem csak arról van szó, hogy hát majd szép lassan, mert az iszlámban ez is benne van. Tudjuk, hogy fokozatosan, óvatosan lehet a hatalmat megszerezni, addig megyünk el, ameddig lehet, néha egy kicsit visszább húzódunk, és amikor lehetőség megvan, akkor lépünk a hatalom felé. Most ez a október 7-e, ez szerintem most egy dacos, haragos, keményebb szituációba kergeti. Mondhatjuk akkor ez alapján azt, hogy akár a Hamasznak a győzelme volt október 7-e? Járhat ez azzal, hogy most attól függetlenül, hogy bekapcsolódnak-e a konfliktusba más arab iszlám államok, hogy önmagában a nyugati társadalomokban ezt az erjedést beindítva már egy nagyon komoly célt elértek? Bizonyos értelemben igen, ez látszik. Itt ugye nagyon sokféle, most tényleg azt mondom, hogy összeesküvés elméletek, mert én nem szeretem ezt a szót használni, mert tudjuk, hogy nagyon sok összeesküvés elmélet igazából gyakorlat. De azért itt most ezzel a Hamas támadással kapcsolatban persze azért ilyen két oldalról is jöttek különböző összeesküvés elméletek, tehát olyan hangok is elhangoztak, hogy ezt Netanyahuék tudatosan engedték, hogy ezek után majd, tehát hogy 7 óráig nem történt semmi, stb. Tehát nem mozdult a sereg, nem mozdult a katonaság, tehát nézték végig tehetetlenül, hol volt a vaskupola, és így tovább. Tehát magyarul ezt valahol a Netanyahuék azért akarták, hogy utána viszont egy hatalmas bosszút álljanak a Hamaszon, a Gázába, Gázát egyszerűen elintézni. Igen, de van egy másik összeesküvés elmélet is, hogy a Hamas ezt nagyon jól kiszámította. Tehát, hogy gyakorlatilag ezt a támadást, amit tudták pontosan, kellett, hogy tudják, hogy ellencsapás lesz. Tehát ez teljesen nyilvánvaló. Ha ezt megcsinálják, ebben nem tudják Izraelt legyőzni, ennek a következménye az lesz, hogy egy brutális ellentámadást kapnak. Ezt ők tudhatták. Most állítólag bizonyos információk arról szólnak, hogy elő volt készítve a terep arra, hogy ha a visszatámadás megtörténik, akkor az egyrészt komoly áldozatokkal járjon az izraeli katonák felé, tehát elaknásított területek előre, és így tovább, ilyenekről is lehet olvasni. Tehát tudták az ellentámadást, felfogták, mert kettőig tudnak számolni, de nem is az, hogy kettőig tudnak számolni, hanem ebből arra Az volt az alapvető céljuk, hogy ez a visszatámadás őket roppant szimpatikus színbe fogja végül is feltüntetni, mert hogy Netanyahu majd olyan brutálisan vág vissza, ami aránytalan lesz, túlzásba esik, gyakorlatilag kiűzi Gázából a palesztinokat, és így tovább, és akkor az ő helyzetük viszont megerősödik, mármint a világ közvéleménye előtt, és ez az arab ügyet valamilyen szinten előbbre viszi. Tehát van egy ilyen elmélet ezzel kapcsolatban, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem árt, hogyha ezekkel foglalkozunk, nem vetjük el, ezt, főleg ezt a másodikat. Mert az elsőre azt kell, hogy mondjam, hogy most már azért nagyon sok információnk van, hogy ez lehetetlen. Tehát itt elmondták, hogy a vaskupola sem egy védhetetlen valami, tehát ha egyszerre 6000 rakéta jön, akkor a vaskupola sem tudja megvédeni. Tehát azért van egy határ. A másik az, hogy mondták, hogy a kamerarendszerek, mármint a izraeli kamera, hogy egy bolhát is észrevesznek, stb. Hát hogy történhetett ez? Hát igen ám, csak valamilyen módon a Hamas el tudta intézni, hogy ezek a rendszerek nem működjenek. Tehát nincs arról szó, hogy azokat a bolhákat, amik nem bolhák voltak, hogy észrevegye kellő időben. Tehát valami egészen brutálisan jól előkészített akció volt ez a jelenlegi információk szerint a Hamas részéről. Tehát valóban sikerült csendben ezt nagyon jól elkészíteni. Utalnék arra, hogy olyan információk amerikai forrásokból nézegettem, hogy gyakorlatilag már augusztusban javában készültek erre az akcióra, vagy már előtte is, és hát a halottak, tehát amit a palesztin katonák, a meghalt katonák zsebeiben olyan könyveket és olyan információs füzeteket találtak, amelyben pontosan le van írva, hogy hol nem működik igazán az izraeli védelmi rendszer, ezek a kamerák, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy a maguk módján hihetetlenül ravasz módon ezt a dolgot elő tudták készíteni. Tehát ez egyik része a dolognak. Tehát azt ejthetjük, azt az összeesküvés elméletet, hogy Izrael ezt engedte. És hogy aztán utána visszacsaphasson. Sokkal reálisabbnak tűnik a 2-es számú összeesküvés elmélet, vagy gyakorlat, ugye azért kérdőjeleket teszek hozzá, hogy igen, hogyha a visszacsapás megtörténik, akkor onnantól kezdve az arab világ Európában, az Egyesült Államokban szerte mindenütt lázadásba kezd, fellázad, összefog, ahogyan egyébként az iszlám mindig is erről szólt, hogy ez egy nagy, az umma, nagy közösség, amelyikben az egyén, ugye jól tudjuk, szemben a zsidó vagy a keresztény vallással nem számít, és a halálnak egészen más. Tehát az egy megdicsőülés. Az iszlám vallásban, ezeket pontosan tudjuk. Tehát, hogy ebből összejöhet valami, tehát hogyha ez megvalósul, ez az ellentámadás, akkor innentől kezdve melléjük állhatnak a világpolitika különböző szereplői is akár, egészen akár az ENSZ-ig is, ha azt vesszük. Úgyhogy valahogy így látom ezt a helyzetet, nyilván nagyon friss még minden, 2-3 hét telt el, de valami ilyesmi sejthető, talán így elsőre a dolog mögött, hogy valóban a Hamas részben elérte a céljait. De remélhetőleg azért ez nem tart olyan sokáig, mert azért én bízom benne, hogy ennek a háttere valamilyen szinten majd azért a világ közvélemény előtt is egyre inkább egyértelművé válik. Ön szerint most ez a szituáció lassítja vagy gyorsítja az ebbe az irányba ható törekvéseket? Igen, ez egy eléggé fontos és kulcskérdés. Sokat gondolkodtam ezen, hogy érinti ez a davoszi elitet, mondjuk így egyszerűen a davoszi elitnek a céljait, ami tényleg a világkormányzás és egy világtársadalom. Van nekem egy saját kifejezésem erre, a homoglobalikusnak a megteremtése, tehát a globális embernek a képzése. Ugye azzal, hogy a kultúrák, civilizációk egymást átölelik, és ezek el is tűnnek, ezek a különbségek, a vallások valamilyen szinkretista módon egyesülnek egymással, sőt, jelentéktelenné válnak, és kialakul egy ilyen kozmopolita világtársadalom. Na most én azt gondolom, hogy ez a jelenlegi helyzet, ez a céljaikat, tehát a Davos élit céljait nyilvánvalóan hátráltatja, hiszen egész egyszerűen előjönnek a háború kapcsán is az ellentétes érdekek a nagyhatalmak között, tehát felerősödnek, egyértelműen felerősödnek, a globális dél és a nyugat közötti ellentétek, és az egyes országok, nagyhatalmak közötti ellentétek, tehát igazából most ez a bizonyos Great Reset elképzelés, ugye a Klaus Schwab-féle elképzelés szerintem törés szenvedett. Tehát most újra bizonyos értelemben kultúrák, nemzetek, nagyhatalmak küzdelmei kerültek előtérbe. És én ezt egyébként például ezt már Antonio Guterres egyébként 20-ban, ezt már, már 20-ban érzékelte, hogy valami új stratégiára kell áttérniük. Én úgy látom, hogy saját pillanatban ők háttérbe húzódnak és egy kivárásra játszanak, mert esetleg azt gondolhatják, nagyon röviden mondom, hogy hát ezek a háborúk majd legyengítik tulajdonképpen a szemben álló feleket. Tehát valahol mindenki majd veszít ebben a történetben, és végül majd a legvégén ezek a háborúk is majd a globális elit malmára hajtják a vizet, tehát a Rothschildok, Rockefellerek, bankárdinasztiák, Schwabék, Larry Fink féle BlackRock, és tehát ez a Bill Gates-ék stb. Javára hagyják, mert hogy a meggyengült erők, a kölcsönösen egymást legyengítő erők végül mégiscsak majd oda jutnak, hogy azt mondják, hogy hát tényleg kellene valamilyen megoldás, valamifajta világ megegyezés, az ENSZ szintjén például, amelyik egész érdekes szerepeteket játszik mostanában, és már ugye a Világgazdasági Fórumban szerződést is kötött az Agenda 2030 ügyében, tehát a Világgazdasági Fórum és az ENSZ szoros szimbiózisban működik, tehát az ENSZ is valahol már, és egy szakosított szervezet, például a WHO, ennek a globális kormányzásnak a egyes elemei lennének, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy ezt várják ki, hogy legyengülve ezek a nagyhatalmak, majd valahogy mégiscsak beállnak ebbe a bizonyos sorba. Még egy dolog, utolsó megjegyzésem, hogy egyet vegyünk figyelembe, hogy a Világgazdasági Fórumban rengeteg hatalmas cég van. És itt azt is láthatjuk, hogy a nagy olyan olajcégek egyébként hát vidáman nézik ezeket a konfliktusokat, és ezek a WEF részei. Tehát például az, hogy a hormuzi szoros lezárása, mondjuk ugye Irán részéről. Ez egy tényszerű dolog. Megvan rá lehetősége. Az, ugye a hormuzi szoroson keresztül megy a világ olajkészletének 1/6, és a világ földgázkészletének 1/3. Iszonyatosan fontos. Ha Irán ezt lezárja, akkor az egekbe szöknek az olajárak a világon, és Irán akkor ebből hatalmas győztesként kerül ki, és még néhány vele szövetséges, és ezáltal a cégek, a technokrácia, tehát a gigacégek és a gigapénzügyi intézetek, ugye intézmények, BlackRock és a társai jól jöhetnek ki, ez megint a WEF javára, illetve a Davos javára hajthatja a vizet. Tehát ilyen értelemben is van azért egy ilyen oldala is a dolognak. Az olajipari cégek általában háborúkon nyerni szoktak, ezt jól tudjuk, meg hát a fegyveripari komplexum és így tovább, és ezek mind-mind becsatornázódhatnak a nagy davoszi elitbe, és segíthetik a világkormánnyal kapcsolatos célkitűzéseket, tehát ők most szerintem háttérbe húzódnak, mármint a globális elit, és megvárják, hogy hogyan készítik ki egymást a különböző felek a világon, és aztán majd utána fognak szerintem majd újra előállni a farbával, és megpróbálni ők megjelenni, mint a világ problémáinak megoldói.